A szemtanúk állítása szerint Vitéz Barbara november 25-én esett a Zentai hídról a Tiszába. Azóta azonban már több pletyka is napvilágot látott, amelyek a lány eltűnésének körülményeit magyarázták. Hivatalos információ azonban nincs az ügyben. A jég elvonulása után a Zentai Tisza mentőcsapat hanglokátorral próbált a nyomára bukkanni. Az eszközt azonban vissza kellett adniuk, így a további keresés csak megfigyelésen alapul. Elmondásuk szerint nagyobb sikerrel jártak volna, ha meglenne a kutatáshoz szükséges felszerelésük. A civil szervezet tulajdonába azonban nincs sem hanglokátor, sem száraz búvárruha, ami lehetővé tenni a téli merülést. Megfigyelést végzünk a Tisza teljes szakaszán, illetve pontosabban Becséig. És ezáltal szeretnénk fölkérni a Tisza menti községeket, hogy segítsenek, akik a vízen vannak, hogy ők is figyeljék a partszakaszokat, illetve figyeljék a sodrást, hogy esetleg valahol föl fogja bukkanni. A szülők nem kívántak kameránk elé állni, de elmondták, hogy továbbra sem kapnak semmilyen információt lányuk hollétéről. A keresési folyamatról érdeklődtünk a rendőrségnél is, választ azonban nem kaptunk. Helyette a Szabadkai Felsőfokú Bírósághoz irányítottak bennünket. A Tiszán már több baleset is történt, 2005-ben Zsabjánál egy autóbusz esett a folyóba, 6 személyt azóta sem találnak.